Kazapuci! Kazapuci! Geri, nem hagytam itt a szendvicsemet? Vörös! Te gyúrtál! Miért? Látszik mi? Nem, csak büdös vagy. Neked is a súlyzókat kéne emelgetned a csirkecombok helyett. Kurva anyádat! Igaza van! Gyúrjál egyet te is, Lali! Hova már? Hát nem látod, hogy 40 centis karom van? Na, itt van az a szar szendvics, vagy hol van? Ott van a radiátoron. Faszaság! Ugye azt nem akarod megenni? Dehogy is, a tökömre húzom. Jó, hogy megeszem, füstölt sajt van benne. Hát akkor verjed befele. Ne! De! Ne már, ettől komoly baja lehet. Lehetne, ha nem acélból lennének a beleim. Ha a 2 hónapos joghurttól se volt bajom, akkor ettől se lesz. Te jó szaggal van ez a dohány! Mi lehet ez a büdi? Na hát, micsoda meglepetés! Hagyjál már békén! Úgy megy a hasam, mint a víz! Ez a karma! Megbüntet, amiért megetted a csokimat! Már 100-szor elmondtam, hogy nem én voltam! Gyónd meg a bűneidet, és az úr megszabadít a fosástól! Orvoshoz kéne mennem! Jaj, ne! Jaj, ne már megint! A hasmenés mindig rosszkor jön. A Sztercor tabletta 2 hatóanyag kombinációjával enyhíti a görcsel és puffadással járó hemeny hasmenés tüneteit. Egyedülálló hatóanyagának köszönhetően antibiotikummal egy időben bevehető. Sztercor! És a hasmenésnek vége! Hát te ki vagy, kis buzi? Én csak az új gyógyszerünket reklámozom a nézőknek. Milyen nézőknek? Egész végig a szekrényhez dumáltál! De én... A nézők... Lali! Csak... Lali! Hívd a rendőrséget, ez már megint egy pedofil! Doktor úr, tudja már, hogy mi a bajom? A vizsgálatok alapján ez valószínűleg botulizmus. Így mondják németül az ételallergiát. A botulizmus egy ritka, de veszélyes paralitikus betegség. A baktérium házi kolbászban, hurkában, disznózsajtban, de még húsban is elszaporodhat, miközben toxin termel. Szerencsére speciális antitoxin injekcióval könnyen kezelhető. Ne! De! Azt biztos, hogy nem szúrja belém. Csak egy apró szúrás, nem olyan vészes. Hé, hey, mit csinál? Takarodjon innen. Elég. Segítség. Na, segítség. És csak úgy ott hagytad? Hát jó. Biztos magától is rendbe jön majd. Nem valószínű. A doki azt mondta, hogy akár halálos is lehet. Figyúzzatok! Mi lenne, ha most hanyagolnánk egy kicsit ezt a fiút? Elmehetnénk egyet sörözni? A pénz miatt meg ne is aggódjatok! Ma mindenki a vendégem! Király! Nem király! Nem hagyhatjuk itt Lalit! A gyerek már félúton van a fény felé! Most mit csinálsz vele? Kigyógyítod a kínjából, vagy mi? Hát ja, és te is segíteni fogsz! Te hülye vagy! Itt tuti nem! Ó, de még mennyire hogy fogsz? Mert ha nem, akkor feltöltöm ezt a képedet a netre. Oké, tolhatjátok, gyerünk, jöhet, oké? Na még egyszer, hogy is működik ez a cucc? Megvan az Alice csoda országban. Meg? Nem, tudod, van az a rész, amikor ez a kis ringyó benyel valami sütit, hogy összezsugorodjon, mert át akar menni a kis ajtón. Na ez a bélyeg is olyan, mint ez a süti. Menjünk már, vacsorára vissza akarok érni. Ez annyira király! Most komolyan bele fogunk menni a Laliba! Bele hát, baszki! Én kész vagyok, ha ti is! Na, nyomjuk! Na, gyere, Töki! Kapd be ezt a haverod kedvéért! Pontosan így képzeltem el ezt a helyet. Valaki hozza már még, mikor lesz már szünet? Éhes vagyok! Ha így haladsz tovább, akkor sose még üssed már azt a szart! Hány óra van? Sej, megvan az a csaj, hogy mész, mi mindjárt? Hány óra van?
Oké, keressük meg a probléma forrását. Geri, te húzzál a májába, és nézd meg, hogy minden rendben van-e ott. Mi addig Dáviddal itt nézünk körbe. Rendítsek. Te jóságos ég, oda néz! Tudtam, úgy tudtam, hogy ez a dagadék ette meg a csokimat, a rák, egye ki a faszát! Szerintem kérdezzük meg azt a kis Lalit. Hát, ha látott valami furcsát errefele. Hé, srác! Lá, betolakodók! Betolakodók! Riadó! Riadó! Roli! Roli! Mi van? Ki kell mennem a budiba, de nem bírok felállni! Na jól van, gyere! Kapaszkodj belém! Na gyere, ügyesed, te nagyfiú, gyere! Így van, csak szépen lassan. Bal láb, jobb láb, úgy né. Na bírd ki még egy kicsit, felhajtom a deszkát. Tibi! Tibi, bazd meg, tudom, hogy a pottyantóshoz vagy szokva, de megtennéd, hogy lehúzod magad után azt a kurva vécét? Anyád is ezt mondta, miután jól megkupakoltam! Nem hiszem el, bazd meg! Jól van, tiszta a terep. Egy hajszálon. Roli! Roli! Mi van már megint? Nincs budi papír! Fasza! Na jól van, várjál, mindjárt hozok! Hé, Roli, van egy kis hervám, nem szívjuk el? Hogy a faszba ne? Én vagyok az üzemvezető. Szia, üzemvezető. Csendek! Mégis mit kerestek engedély nélkül a mi szent birodalmunkban? A segítségét szeretnénk kérni, főnök. Betolakodtatok ide. Megrémítettétek a testvéreimet, és ezek után a segítségemet kéritek? Jó. Felháborító! De hogy lássátok, igazságos vezető vagyok. A büntetésedek csupán életfogytiglanig tartó halál! Ez a hajjon, mert nem érdemelnek kegyelmet! Ne, várjon, várjon! Mi csak baktériumokat keresünk, mert a haverunk az... Baktérium! Baktérium, baktérium! Már régóta harcolunk... Baktérium! Már régóta harcolunk a baktériumok ellen. Több ezer emberen veszett oda miattuk. Köztük az egyetlen gyermekem is. Nézze, a maga hely ismeretével és a mi hármas biológia tudásunkkal simán megállíthatnánk az ellenségét. Igen. De főnök! A bosszú nem hozza vissza a gyermeket! De azt sem hagyhatom, hogy örökké rettegésben tartsanak a baktériumok. Inkább halljunk meg állva, emeltrővel, mint sem térden csúszva. Rendben van, vörös gyerek. A szolgálatodba állok. Halljuk hát, mi a terv. Ugye, hogy jó cucc volt? Őszintén, ez a cucc egy kalap szart se ér. Szar. Fos. Fosás. Bazd meg, Lali! Itt vagyok, haver! Meghoztam a budipapírt! Mi tartott ennyi ideig? Mire visszaértél, már be is száradt? Bocs, haver! Nem találtam, az egész szobát fel kellett turnom, és... Ez a női puti! Én csak budipapírt hoztam a haveromnak. Hé! Ki vagy? Fiú vagy? Hadd szarjak már nyugodtan! A leírás szerint a betegséget kizárólag a toxin okozza. A cél az orrában még fel nem szívódó fő toxin eltávolítása. Ha sikerül elpusztítanunk, akkor nem lesz képes tovább szaporodni. Nem azaz. Mi? Hol? Az a kis bódi fütyi ott. Na, amiért ilyen ügyesen észrevetted, a tiéd a megtiszteltetés, hogy kinyírd. Hajrá! Ah!
hatalmas! Na, minél nagyobb, annál nagyobbat esik! Segítség! Dávid! Erezd el őt! Picsába! Jaj, ne már, ez most komoly! Hé, Csórikámnak még védekezni se volt ideje! Nem hallod? Köcsög vagy! Köcsög! Mi a... Az igen! Ez a genyó alkoholmérgezést kapott a vérettől! Zsibban a szám! Hé! Bejön a húzat! Te jó ég! Te büdös van! A tiéd talán rózsa illatú! Ez akkor is túlva! Hé! Mit csinálsz? Mert ha meg itt vagyok! Ha? Ha? Ajaj! Dávid! Mennünk kell! Húzzá befelé a kocsiba! Gyere már! Ha? Ha? Úristen! Száraz puki! Vörös! Ezt hallgasd! Na, baszki! Hát mégiscsak befostam! Hát ez egy pocsék nap volt. Legalább már vége. De mintha valamit elfelejtettünk volna. Ahó! Vörös! Dávid! Aj, gec, hol vagytok? Bazeg, kurvára eltévedtem. Nem kapok levegőt, be fogok pánikolni. Nem. Nyugi, nincs gond. Nyugi, nem kell aggódni, nem lesz semmi baj, nem kell aggódni. Aaaaaah!